És egy picit tovább mennék. Hát akkor, amikor mi azon gondolkodunk, hogy milyen is az én Isten prezentációm, azért nagyon sok minden múlik mindez. Az egyik oldalon nagyon fontos, hogy gyerekkorunkban mi mit éltünk meg a szüleink, nagyszüleink segítségével. Ez nem azt jelenti, hogy ők valamit rosszul csináltak, hanem az, hogy még a tehetetlenséget is megtanítjuk a gyerekeknek. Van ilyen, hogy tanult tehetetlenség. És nagyon sokszor ezt is tanítom, amikor, mit tudom én, egy családon belül azzal találkozunk, hogy mondjuk apuka mérges, anyuka pedig nem tud mit csinálni, és áll. És a gyerek vagy az egyik, vagy a másik viselkedési mintát meg fogja tanulni. És azért is érdekes talán, mert mindünknek van ilyen tanult dolgunk, és mindannyian valahogy úgy viselkedünk, úgy reagálunk, ahogyan ezt a környezetünkben már láthattuk, megtapasztalhattuk. És a másik, ami ide kapcsolódik, ami nagyon fontos, az a kötődésnek a kérdése. Nem feltétlenül katasztrófához tartozik, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz úgy élni egy életet, mikor valaki azt hallja a szüleit, hogy őt nem akarták. És legyünk, vagy merjünk annyira őszinték lenni, hogy azok a gyerekek, akikkel találkozunk, egy része nem akarták a szüleik. És a hitoktatók és a papok egy része is valójában úgy éli az életét, hogy nem biztos, hogy ők ideális családból jöttek. Nem olyan régen csináltunk egy ilyen kisebb szeminárium, reprezentatívnak tűnő kutatást, és kiderült, hogy szinte senki nem jött normál. Klasszikus család, minden család van, és klasszikus család van. Tehát, hogy akkor azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ki fog beszélni a családról, melyik atya, vagy a következő generáció, vagy ki lesz mondjuk a családpasztorációs referens. Ami mondtuk, hogy a következő 10 évben nem lesz ilyen, majd 10 év után, mikor majd ezek a srácok így már tovább mentek. És hát, hogyha jön egy-kettő, aki mer erről beszélni. És mesélnék még egy picit így többet. Például van egy atya, ahol hát az anyuka, ő prostituált volt. És ebből a családból lett egy ilyen hivatás. A egyik oldalról hatalmas kincs, a másik oldalról meg hát elmondani a szószéken, hogy édesanyám, szóval nagyon nehéz. És ezért nagyon érdekesnek tartom, hogy a kötődés szüleinkhez, és egy kötődés az egyházhoz, és az Istenhez. Hogy ez miként is alakul a mi életünkbe. Nagyon szép, akinek nagyon klasszikus, és nagyon egyszerű mindez, de legyünk, vagy merjük megmondani azt is, hogy gyerekkorunkban teljesen természetes, hogy egyikünknek az édesanyja sem tudta, hogy kell, mit kezdjen velünk. Ez a teljesen normális. Mert hogy mikor vagyok éhes, mikor vagyok szomjas, mit tegyen velünk. Nyitva Jerikának van egy könyve, az Érintés című könyve, azt mondja, hogy amikor megszületünk, 43 különböző hangon sírunk. Na, 43 különböző hangból melyik mit jelent? Az első nap édesanyám csekkolja le, és azonnal reagáljon megfelelően. Nem fog tudni. De azt is szépen elmondja Nyitva Jerika könyvében, hogy ha egy szülőszobába bekerülünk csecsemőként, és sírok, a 43 különböző hangból az egyiken, akkor az anyám fölismeri, hogy én sírtam. Lehet, hogy nem tudja, hogy jól, nem biztos, hogy jól reagál, de hogy tudja, hogy hozzátartozom, és hogy én sírok, az kialakul. És ez nem azt jelenti, hogy valakinek nincs jó édesanyja, mert nem jól reagál. Ez csak azt jelenti, hogy teljesen természetes, hogy nem tudunk jól reagálni mindig mindenre. És ezt valahogy gyerekkorunktól kezdve, amikor kötődünk a szüleinkhez, ezt tanuljuk. Tehát az a
jó, vagy az a megfelelő, hogy keresgetem a reakciókat. Keresem azt, hogy az adott helyzetben hogyan is tudok úgy jelen lenni, hogy ez a másik számára is jó legyen. És amikor most az elmúlt időszakban önök a gyerekek mellett ott voltak, vagy a többi pedagógus mellett, családtagjuk mellett, az volt teljesen természetes, hogy keresgették a megfelelő megoldást. És senki sem tudta, hogy mi a tuti, és hogyan is kellene mindezt jól csinálni. Ide jön még nagyon szépen a szülőknek a nevelési stílus, ami nagyon gyakran meghatározza az Isten prezentációnkat, hogy a szüleink milyen módon is neveltek bennünket, vagy nevelnek bennünket. Nem tudom úgy igazán jól eldönteni, hogy kinek mi is a megfelelő, de az is hozzátartozik, hogyha egy fejlődést gyerek-lélektankönyvben találkozunk, azt mondják, hogy amit manapság elfogadhatatlannak tartanak, hogy a gyerekeket a pólyába belecsavarják, és egész nap kvázi meg sem mozdul, felmérések szerint az albán gyerekek jobban fejlődnek az első hónapokban, pedig őket így teljesen becsavarják, mint a Európa más részén élő gyerekek, azért, mert ott a szülők és az egész család jobban körülveszi őket. Tehát nem biztos, hogy minden személynek, minden nációnak, mindenkinek ugyanaz a nevelési stílus jó, de azt is gondolom, hogy ahogyan a különböző kísérletek bemutatják, valamilyen formában azért kell, hogy neveljenek bennünket. Azt mondja a pszichológia, hogyha egy szülő mondjuk börtönben van, akkor se vegyék el tőle a gyereket. Mert a gyereknek, még ha börtönben növekszik, az is jobb, mintha nincs anyja meg apja. És semmit se kap. És ez azért nagyon fontos, mert akkor, amikor mi most a vírus alatt azzal találkoztunk, hogy hát ez a szülő meg se nézte a hittanházét, nem ellenőrizte le, nem küldte el, de legalább van anyja meg apja. Valahogy neveli. Gyereknek van kihez kötődni. És lehet, hogy nem ideális, de legalább nem árva. És ez is egy nagyon fontos, hogy új szemüvegen keresztül nézzük azokat a családokat, új módon, akiket korábban ismertünk. Mert hogy eddig mi volt, bevitte az iskolába, vagy a szülő hazavitte. Most viszont gondoljak bele, hogy hát nem minden szülő tudja nevelni, meg gondozni a gyerekét. Mert lehet, hogy nem tanulta meg, hogy ezt hogyan is csinálja. A másik, ami ide tartozik az Isten hitünkhöz, vagy Isten prezentációnkhoz hozzá kapcsolódik, hogy mindannyiunknak van egyfajta ilyen spirituális fejlődésünk, és vannak különböző tapasztalataink, személyes megfigyelés, és sorolhatnám még mi minden, és nagyon fontos a másik személy, akárcsak mondjuk egy hitoktatónak is a személye, akivel a gyerek, vagy egyáltalán az, aki a hitben így erősödni akar, hogy hogyan is fejlődik, hogyan is változik. És ehhez kapcsolódik az Isten prezentációnkhoz, hogy abszolút nem mindegy, hogy az egyházban milyen tapasztalatokat szerzünk. Szeretnék még mindenképpen az egyházról és az egyház képekről egy picit többet is mondani. Nekem az egyik elnézést kérek, a legmókásabb, de mégis ilyen legizgalmasabb egyházképhez hozzátartozik, hogy a 13-14. Században azt mondták, hogy csak az vallásos, aki egyetért a plébánossal. Nekem ez nagyon tetszett, de sajnos ez nem igaz. Szóval, hogy az egyházban különböző tapasztalataink vannak, és hogy nem, ezek a különböző tapasztalatok meghatározzák, hogy hogyan gondolkodom az Istenről. És akkor, amikor ezek a gyerekek az elmúlt időszakban önöket egy új formában látták, irgalmas volt, nem volt irgalmas, elfogadó, nem. Ez egy mind egyfajta tapasztalat volt. És valahogy egy új formában, mint ahogy eddig megtapasztalták önöket, mert eddig mindenkit láttak személyesen, látták az arcát, a tekintetét, a elfogadását. Most csak sorokat láttak, feladatokat láttak, visszajelzésből, nem tudom, számokat, jegyeket, és ez egy új forma volt. És ez egy nagyon izgalmas, hogy ez egy új lehetőség is.
és nem csak egy olyan dolog, amit legszívesebben ki kellene, hogy töröljünk, egy új lehetőség arra, hogy átgondolhassam, hogy minek is van értéke, és minek nincs a gyerek számára. És hogy mindaz a személyes törődés, amit eddig oda tudtak adni, hogyha ez hiányzik a gyereknek, akkor azért azt mutatja, hogy jól csinálták. Az egy érték volt. Érdemes volt önökkel találkozni, és a gyerekek számára ez egyfajta ajándék volt mindez. Ide tartozik még az Isten prezentációkhoz, hogy különbözőek vagyunk férfiak és nők, nagyon sok minden teljesen másképp reagálunk le. Nagyon különbözőek a kulturális hatásaink, és hát felekezetenként is egy kicsit másképp gondolkodunk. Szeretnék egy picit tovább menni, méghozzá ehhez a képhez. Ez a kép nagyjából arról szól, hogy amikor megszületünk, akkor kapcsolódunk valahogy a szüleinkhez, és nagyjából talán ennyi a kapcsolódási képünk, történetünk. Ezt kezdjük el kirajzolni. Nagyjából ez így kezdődik egy tanév is a gyerekekkel. Körülbelül ennyi az, amit tudnak a gyerekek, ők ott vannak, önök ott vannak és érintkeznek. És mi a kötődés? Hát az, hogy egy órára bemennek, és egy légtérben vannak. És mi lehet belőle? A családból mondjuk egy ilyen lehet, amit Jézusnak a családfája. Egy hatalmas lehetőség. Egy olyan családfa, amiben tudjuk, hogy hát nem csak szentek voltak, nem csak tökéletesek voltak, még olyanok is föl vannak sodolva, ahol hát a szentírásban nem is értjük, hogy talán miért kerültek bele, vagy milyen formában. Tehát nem csak tökéletes emberek vannak ebbe a családba benne, mint ahogy ebbe a kapcsolatban is nem csak tökéletes elemek kerülhetnek bele. Önök rajzolják ki azt, hogy a gyerek és ön között mi is fog történni, és mire fog emlékezni, és hogyan, miként. És abban is nagyon sokszor azt gondolom, hogy segíthetünk, hogy a szülőket valahogy úgy rávezessük arra, hogy így kezdődik egy szülő-gyerek kapcsolat, egyfajta érintkezéssel, és aztán kialakíthatnak valami nagyon szépet belőle, amire érdemes visszanézni. Nem tudom, hogy kinek van otthon Jézus családfája meg, de ez is nagyon különbözőképpen lehet ezt a rajzot megtapasztalni, vagy meglátni. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a kép kicsit, mint a saját családunknak a képe is, akár otthon lehessen. Az Isten képekhez, az Isten prezentációkhoz kicsit visszatérve, akkor, amikor gyerekek vagyunk, van egy ilyen átmeneti időszakunk, amikor a tárgyakat még nem igazán használjuk, van egyfajta éntudat kialakulásunk, de nem igazán tudjuk még, hogy kik is vagyunk. És ilyenkor, hogy az Isten kapcsolatunk általában a szüleinkhez való kapcsolódásunkból nő ki, ott ebből alakul ki, attól a szülőnktől, aki lehet, hogy ilyen, mint ez a Mária, ahogyan nézzük a kis Jézussal. Azért hoztam ezt az izgalmas dolgot, mert az érzéseinket átadjuk a következőknek. A hittanórákon, a családban, mi nagyon sokszor mindannyian elmondjuk, hogy a gyerek mindent lecsekkol, ő mindent jobban érez. Azt szoktuk látni a családterápián, hogyha a szülők válnak, és még nem mesélték el a gyereknek, a gyerek tudja. Ha azzal találkozunk, hogy amit a szülő érez, az apa az anya iránt, az anya az apa iránt, lehet megvetés, szánalom, lehet öröm, a gyerek tudja, hogy mit érez. És úgy reagál a másik családtagra. Amit önök éreznek, az Isten, az egyház, munka, és adóhatnám, milyen? Azt a gyerekek érzékelik. Nagyon sokszor beszélünk arra, hogy 7% az, amit elmondok, ami átjön. A többi a kommunikációnak, az nem a tényszerű közlésem. És ez azért nagyon szép, mert azzal találkozunk egy családterápián, hogy azt, amit beleszeretnek,
idő után azt nem szeretik. Például azt mondja a nő, hogy hát én megszerettem a férjemet, mert olyan megfontolt volt. 20 év múlva mit mond? Tutyi-butyi. Mit mond a férfi? Szerettem ezt őt, olyan pedáns volt. Mit mond 20 év múlva? Bogadas, tisztasági mániás. És visszamehetünk, újra felfedezhetjük, hogy mit szerettem a másikban. És akkor, amikor mondjuk elkezdtük ezt a hivatást, ezt a szakmát, hogy hitoktatók lettünk, valamit csak szerettünk benne, valami csak megmozdított. És lehet, hogy 20 év után tudnék mondani dolgokat, hogy mi minden van esetleg bennünk, de lehet, hogy pont azt nem szeretem már, ami miatt megszerettem. És főleg mondjuk egy ilyen krízis után, ami most ez az elmúlt fél év volt. Lehet, hogy nagyon szépen meg tudom mondani, hogy miért utálom ezt az egészet csinálni most a elmúlt időszaknak az eseménye miatt. És ez azért nagyon fontos, mert az érzéseink, azok megcsalhatnak bennünket. És nem mindig reálisak. Gondoljunk csak bele, mondjuk lehet, hogy bemegyünk egy szobába, és azt mondom, hogy ó, milyen jó idő van, 10 perc múlva fölveszem a kabátom, mert nagyon fáztam. Ez nem majd van, de máskor előfordulhat. Az érzéseink csalnak. És ezért nagyon fontos, hogy az értelmünk is beálljon a mögé, amit esetleg az érzéseink jeleznek. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozunk az érzéseinkkel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a hitoktatásnak egy jó része, egy része pont az érzéseken is múlik. Hogy hogyan tudnak hatni a következő generációra. De az érzéseink egyfajta segítséget jelenthetnek. Lehet, hogy egy picit még képeket mutatnék inkább. Ez a 12 éves Jézusnak a története. Azért a 12 éves Jézusnak a története, akit a szülei elhagytak. Ezt bár szépen szoktuk mondani, de hogy visszamegy a templomba, és tanít, és egyfajta öntudattal van. És ez egy nagyon érdekes dolog, azt gondolom, 10 évesen, és önök egy jó része a 10 évesekkel nagyon erősen foglalkozik, hogy másra van szükségük, mint korábban volt szükség. És ez talán most még inkább jellemző, amikor egy ilyen időszakot átéltek, hogy a gyerekeknek teljesen más igényeik vannak. Nem az, mint amit lehet, hogy 1 vagy 2 évvel ezelőtt megéltek. Iszap katasztrófát élt, végig csináltuk, és az egyik, ami számomra ilyen nagyon fontos elem volt, nem tudom, hogy jártak-e azóta Devecsebe vagy Kolontáron. Ezek az emberek gyönyörű házakat kaptak, makovec házakat. De senkinek nem kellett makovec ház. Az ő stílusuk nem a makovec stílus volt. Ezek az emberek gyönyörű új bútorokat kaptak. De ezek szegény emberek voltak, nem voltak ezeknek egységes bútoraik. A házukban pont az volt az érdekes, hogy ilyen eklektikus stílusban voltak a különböző bútorok. És ez mindenki gyönyörű fehérre meszelt faluk lett. Nagyon elegáns volt, gyönyörű. Hát egy makovesz házban már el tudok képzelni, most azonnal átfestette az első nap zöldbe, meg lilára, amit persze így... De hogy neki az nem kellett. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi az, ami kell azoknak, akikkel találkozom, egy 12 éves Jézus. Egy kicsit számomra jelzi azt, hogy már ő, a gyerekek is meg tudják fogalmazni, hogy neki mi kell. És akkor, amikor mi megyünk egy tanmenetnek a segítségével, amit teljesen természetesen meg kell csinálni, de vannak igényeik a gyerekeknek, az hol jöhet elő. Ők hol vannak jelen. És az ő ritmusukban, az ő igényeik szerint, hogyan tudok valamit csinálni. Azt is elszerintem, hogy hitoktatóknak is vannak igényeik, ezt is engedjék meg, hogy elmondjam, és ezek az igények végtelenül fontosak,
nagyon jó lenne, hogyha ezekről is lehetne több mindent megosztani. Akár csak a saját környezetem, hogy nekem mi lenne jó, mi esne jól, hogyan csináljuk ezt az egészet. Oké. Okay. Még azt is hozzá szeretném tenni, hogy itt a különböző ilyen fejlődési részekből egy részt kihagytam, de Greennek az elgondolása számomra nagyon izgalmas. Green 1980-ban azt mondja, hogy három különbözőképpen tudjuk az Istent nézni, és azt gondolom, hogy a saját életünk vagy saját történetünknek is a része ide kapcsolódik. Azt mondja, hogy előfordulhat, hogy úgy gondolom, hogy az Isten olyan, mint egy órásmester, tehát megalkotta a világot és magára hagyja. Azt mondja, hogy előfordulhat, hogy az Isten olyan, mint egy bábmester, vagy például az Isten olyan, mint a felnőtt gyermekeknek az atya. Szeretném így szétbontani ezeket. Az órásmester az azt jelenti egy kicsit számomra, mikor visszatérek ilyen balesetekhez, vagy ilyen árvizekhez. Én Borsodban voltam egy ilyen árvíz mellett, és nem tudom, hogy hát itt is vannak horvát kisebbségek, a gospodin az valójában azt is jelenti, hogy pap, meg azt is jelenti, hogy Isten. És voltam egy háznál, ahol hát megkérdeztük, hogy gospodin jött-e. És mondtam, hogy hát én jöttem, nem a helyi plébánosok. És akkor mondták neki, hogy őket a pap se látogatja meg, mert is az Isten is elhagyta. A kettőt összekapcsolta. Egy árvíz után, egy vírus után az Isten ember engem meglátogat, vagy nem látogat. Az Isten is magamra hagyott, meg a többiek is. Nagyon érdekes, hogy ki meddig megy. És például egy családterápiánál teljesen természetes, hogy családokat látogatunk. Egyszer el kell menni minden családhoz, meg kell nézni, hogy hogyan élnek. Nagyon gyakran azzal, hogyha valakik bejelentkeztek elektronikusan családokhoz, az egyik, amit nagyon megnyerhettek, hogy rájöhettek, hogy ezek a családok hogyan élnek. Láttak valamit a családok házából. Lehet, hogy az a gyerek, akit korábban sosem gondoltak, hogy milyen, lehet, hogy meglátták, hogy mi van a mögötte, és azt mondja, tudom már, miért ilyen ez a gyerek. Egy családterápián teljesen természetes, hogy megkérjük, hogy rajzolják le, hogy hogyan élnek. Van-e ágya? Van-e asztala? Ilyen elnézést kicsit így kitekintve, például az egyik családnál az volt a teljesen természetes, hogy mindenki ott aludt el, ahol elfáradt. Nem volt ágyuk, és volt 7 gyerekük. Mindenki ott aludt el, ahol elfáradt. Ha nem most, ott nem volt baj. Diplomás szülők voltak. És nagyon sokszor van egy olyan kép is például, vagy egy másik ilyen, hogy gyerekeknél, hogy hát, hogy gyerek alszik, akkor nem történhet vele semmi. És mondjuk ott hagyja 2-3 órára, amíg a többi gyereket elviszi iskolába, addig ott hagyja a kicsit, mert úgy így is alszik. Ezt manapság már nem lehet. Lehet, hogy régebben belefért. Ezt manapság már nem engedik meg. Egyik oldalról változunk. Változnak az előírások. És változik az a képünk is, hogy a gyerekeknek hogy kellene élnie, és néha csodálkozunk azon, hogy a gyerek nem úgy viselkedik, de lehet, hogy nem is úgy él. És én nem látogatom meg sose a gyereket. És semmi képem nincs arról, hogy ő hogyan lakik, miként él, kikkel él, mi történik vele. Akkor kicsit olyan vagyok, mint az, aki az Isten is kicsit úgy magára hagyja az embert, én is magára hagyom azt, aki rám van lehet bízva. És lehet, hogy segíthetnék neki. A másik ez a bábmesternek a képe, hogy az Isten egy kicsit olyan, mint egy bábmester, biztos mindenki foglalkozott már ilyen marionett bábukkal, hogy így lehet így őket húzogatni. Ide is egy ilyen katasztrófás dolgot szeretnék megemlíteni. Mikor így az iszap katasztrófa megtörtént Devecserben, akkor volt olyan, aki megkérdezte, hogy akkor, amikor, hogy hát az ő kertjét elvitte az iszap, a háza az nem sérült, és elmondta, hogy akkor, amikor ő korábban árvíz volt, akkor ő küldött 3 SMS-t,
az 500 forint, vagy 450, nem tudom mennyi, bekerül egy ilyen támogató SMS a Caritasnak, vagy valami más segélyszervezetnek, és megkérdezte, hogyha 5-5 küldött volna, akkor megmenekült volna esetleg a kert is. Csak 3-at küldött, tehát csak kert el, a ház megmaradt, a kert az elment. Erről még mindenképpen szeretnénk beszélni, hogy az Istennel mi szoktunk alkudozni, és néha a könyvelőnek is gondoljuk őt. Mindünknek a fejébe az, hogy így viselkedtem, akkor nekem ez járt. Ha én sokat imádkozom, és misére megyek, akkor nekem jól kéne, hogy menjen az életem. Ha... Igen, ez a könyvelés. Ami egyik oldalról azért is nehéz, mert hittanórákon is adunk valami jegyet. Van egyfajta könyvelés bennünk. De a másik oldalról, mert az Isten nem osztályozható, vagy az Isten kapcsolatunk az mégsem úgy osztályozható, hogy másképp értelmezhető. És ez egy nagyon-nagyon nehéz egyensúlyt ebben úgy találnunk. És az utolsó pedig az, hogy Green azt mondja, hogy az lenne az egészséges, hogy felnőtt gyerekeknek az atya valójában maga az Isten, és ez egy másik óriási problémánk, mert mikor nem tudom, hogy kinek vannak időszülei, remélem, hogy még mindenkinek élnek, vagy aki még megvannak. Az egyik, ami nagyon nehéz, hogy az időszüleinket, hát őket támogatni kell. Tehát ők már nagyon gyakran nem tudják magukat ellátni. Az egyik ismerősöm például úgy járt, hogy bevitték őt, anyukáját a kórházba, és azt megkezdték, hogy melyik nap kapcsoljuk le anyukát a gépről. És kérdezte, hogy nekem kell eldöntenem. Hát ön a hozzátartozó. És ugyanide tartozik, hogy a felnőtt gyerekeknek az atya, amikor valahol a szülő már demens. És jön a kérdés, hogy hát az én családom rámehet-e, vagy nem mehet rá? Hogy én gondozom, és ápolom, és segítem. Hol van az a határ, etikai határ, ahol felelős vagyok? Kérhetek-e segítséget is? Igen, kitől? Mert mit fognak mondani mondjuk a falun belül, hogy hát hozzánk is két gondozónő jár, mert azt fogják mondani, nem, miért, ahelyett, hogy a templomba menne, vagy nem tudom, imádkozna, ahelyett, hogy az anyukáját gondozná. Kisfalukban azért mindenkinek megvan a véleménye mindenről. Szóval nagyon sok olyan helyzetünk van, ahol nagyon nehéz, és ugyanezt szeretném hozni, viszont voltam egy ilyen első péntekes néninél, egy agyvérzés után volt a néni, és akkor mondta, hogy hát ne csak őt áldoztassam, hanem az anyukáját is. Beljebb mentünk a szobába, és az anyukája hát szinte kisebb bírt mászni az ágyba, és kérdeztem, hogy hát ő egy agyvérzés után most így hogy bírja, meg hogy csinálja. Elnézést a szóért, de hát menedzselni kell ezt is, ezeket a helyzeteket. És elmondta a néni, hogy én úgy örülök, hogy van anyukám. És amikor nekem valami bajom van, én ide jövök egy kicsit. Oda bújok mellé, és valójában a hirtelen akkor semmi se fáj. Aztán a következő persze gondozni kell, meg ki kell vinni mosdóba, meg és sodolhatnám, de hogy nekem még van anyukám, és ez ennél nincs szebb. Ugyanazt nagyon sokféleképpen éljük meg. És van arra lehetőségünk, hogy ugyanazt átszímkézzük. Sokféleképpen. És ezekben mindbe a lehetőséget, és ne pedig azt a nehézséget lássuk, aminek segítségével valahogy megérezzük, hogy nem vagyunk egyedül, az Isten mellettünk van. Azt mondja a Fiske, hogy valójában akkor, amikor mi akár csak az Istennel, ahogyan vagyunk, hogy nagyon gyakran mindez úgy belekapcsolódik abba, ahogyan mi az emberek között úgy megjelenünk. Az emberi kapcsolataink, ez valahogy úgy ezt úgy feltérképezik, így megmutatják. És egyik oldalról azt mondja, hogy van ilyen, hogy az emberi életünkben van ilyen, hogy vezető-vezetett, szülő-gyermek kapcsolat. Amikor kicsi vagyok, alacsony, kevés, vagy beosztott. Hát azt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy Isten a nagy, mi vagyunk a kicsik, tudjuk, hogy ő a végtelen, mi vagyunk a végesek, és sorolhatnám még, mi mindent tudunk.
És azért nagyon jó lenne tudni azt is, hogy éppen ezért azt is tudja, hogy mi van bennünk, és jobb esetben éppen ezért elismerjük hinni, hogy hát az Isten szeretőknek minden javukra válik. Még akkor is, hogyha ez néha nagyon nehéz jól látni. De nem tudom, hogyha élettörténeteket nézünk, mély interjúkat. Olyan mély interjúkat, amik valakinek mondjuk az elmúlt 70-80 évét földolgozzák. Általában az idősek egy jó része azt mondja, hogy hát amit én a legnagyobb nehézségnek éltem meg, az később javamra vált. Az később valami nagyon fontos esemény tudott lenni. És azt gondolom, hogy önöknek is biztos, hogy vannak olyanok, amiket visszanézve azt mondják, hogy de jó, hogy úgy volt, azt nekem akkor nagyon nehezen éltem meg, borzalmas volt. Én abból tudok táplálkozni, és az most nekem egy erőforrásom tud lenni. Merjünk visszamenni a saját életünkbe, vagy merjük a szüleink, nagyszüleink történeteit meghallgatni. És ebből valahogy úgy egyfajta ilyen lehetőséget látni, hogy mindaz, ami esetleg nehéz volt, az hogyan is tud más forrássá válni. Aztán ugyanilyen nagyon érdekes, azt gondolom, az egyenlőségre alapuló kapcsolatok, egyfajta ilyen szimmetrikus kapcsolatok. Mert egy családon belül azért nagyon sokszor vannak, hogy egy kapcsolat, ami egyenlőségen alapul. Tudok-e én egyenlő lenni a másikkal? És igen, akkor miként? Egy ilyen konferenciát szervezünk, és a konferencia szervezősen keresztül valaki azt mondta, hogy hát, hogy mi atyák úgyse fogunk tudni kérdéseket föltenni, mert csak ahhoz vagyunk hozzászok, hogy elmondjuk a másiknak, hogy mit csináljon, és akkor meg is állunk. Vannak az életben helyzetek, amikor egyenlő vagyok a másikkal. Egy házasságban. És ez egy nagyon érdekes, ahogyan mondjuk, aki itt lévő házasok, hogyha visszagondolnak, hogy belegondolnak abba, hogy a házastárs egyenlő, vagy nem egyenlő vele. Az izgalmas, mikor valaki azt mondja, hogy mondjuk van 4 gyerekem, és akkor mondjuk, hogy sorolja föl, és akkor elmondja a 3 gyerekét, meg a férjének a nevét. És akkor, hát mert úgyis ő viselkedik, mint a gyerek lenne. Volt egy családismerősöm, ez egy nagyon fura helyzet volt, és szeretném idehozni. Hát én sokáig nem értettem, hogy mi van velük. A hölgy, aki 60-as éveit így túl volt, nagyon infantilisen, gyerekesen viselkedett. És hogy nagyon kedves volt, nagyon drága volt, de hát olyan volt, mint egy kislány, kis csitri. És akkor értettem meg, hogy mi van vele, amikor elmentem a anyukájához, aki még élt, és elláttam, és képzeljék el, hogy az anyukájának az ágya fölött ott volt egy kép, egy nagy kép, ott volt ez a lányka, 60-as éveiben járó asszony, 4 éves korában a fénykép ott, még az a kép volt, a 4 éves kori kép, és a testvérkéje 5 évesen. Az az utolsó kép volt, akkor voltak a legidősebbek, amit kiraktak róluk a családon belül, és úgy is viselkedtek, mint a 4 és az 5 évesek. Milyen képünk van nekünk, akinek mondjuk házastárs van a házastársamról, ő hány éves éppen? Egyáltalán tudom-e, hogy mit szeret, mit nem szeret, mert hogy változunk? Akinek gyereke van, tudja-e, hogy ott milyen változások vannak? Kíváncsi vagy? Nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy azt mondják a szülők, hogy nem mondhatom el a gyerekemnek, mert védem. A gyerekem azt mondja, hogy nem mondom el a szülőnek, mert hogy ne aggódjon. Akkor kinek beszélünk? Főleg, ha az imádságban is félünk kimondani az Istennek az érzéseinket. Egyenlőségre épülő kapcsolat. Akár csak egy családon, vagy egy közösségen belül is. És talán még ide szeretném hozni azt, hogy van ilyen, hogy kalmászerű kapcsolat, amikor mindig az jut eszembe, hogy ha én befektetek valamit, akkor azért jár vissza cserébe valami. Adok, veszek. Én jó voltam, tehát legyél jó. Vagy ha kölcsönkenyér visszajár, vagy nem tudom, kinek mi van a fejében. És vannak a fejünkben ilyen szólásmondások. És hogy mi az, ahogyan én, akárcsak az Istennel,
hogy az emberekkel kapcsolatban is vagyok. És nagyon sokszor ez az adok-veszek viszony meghatározza akárcsak az egyházban való megjelenésemet is. Jól kapok fizetést, nem kapok jól fizetést, jól adnak szabadságot, nem adnak jól szabadságot. Figyeltek rám, vagy nem figyeltek rám. És ugyanez, ugyanide kapcsolódik, a családban is néha így vagyunk. Meg a gyerekekkel, kicsúfolt, engem akkor megérdemled, hogy nem tudom, bokán rúgjalak, nem tudom, mit érdemelsz meg. Szóval, hogy, ez a Kalmár helyzet, ami hogy nem úgy az életünknek úgy, ahogy része tud lenni. És ezért érdekes egy ilyen vírusos időszak, mert itt most történt velünk valami, de ezt most kinek adom vissza? Mert van egy deficitem. Van egy olyan deficitem, hogy hát, hogy bezártak engem a házba, nem tudtam elvégezni a munkámat. Ezt a hiányomat hogy tudom megoldani? Van-e rá eszközöm? Vagy annyi csak, hogy otthon csinálok valamit, vagy nem, vagy önmagam ellen fordulok? Vagy csak sírni tudok? Az egyik ilyen állvíz kapcsán történt meg, hogy két házba betört a víz. Az egyik házba, mikor mi találkoztunk velük, már minden rendben volt. A másik házba hasonló házuk volt. A férfi a harmadik nap még mindig részeg volt, és nem bírt fölkelni. Annyira sajnálta saját magát. Ugyanaz történt mind a két házzal. Van egyfajta lehetőségünk arra, hogy ami történik velünk, arra reagáljunk. És ebben teljesen szabadok vagyunk, hogy ezek a reakcióink, ezek milyenek. És ide jön, azt gondolom, hogy ide csúszik be, vagy be kell, hogy kapcsoljon kicsit az Isten kapcsolatunk. Mi vajon az az Isten, aki most így az életemnek a része a munkámnak köszönhetően, vagy amúgy is természetes módon az életem része, ő ebbe az egészbe hol van, hogyan, miként? Hogy tudom magamnak megfogalmazni, megmagyarázni, hogy segít, nem segít? Távol van, vagy közel? Kicsit még az istenképekhez kapcsolódóan szívesen elmennem, hogy van olyan, hogy büntető istenkép, bíráló istenkép, halálisten, könyvelő isten és hajcsár isten. Én őszinte ezek, van olyan, sok mindenki, aki ezt mesél, hogy az Isten olyan, mint egy hajcsár. Mert mindig dolgozni kellett otthon. Korán kellett kelni, és későn, mert ha pihentem, akkor azt nem lehetett. Van egy csomó család, ahol nem is tudnak pihenni az emberek, mert nem tudják, hogy hogyan kell csinálni, nincs maga kultúrája ennek. És nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy nem is szabad magamnak megengedni, hogy 5 vagy 10 percet kvázi jól érezzem magam. Mert hát, az van bennem, hogy az Isten az egy hajcsár, az egy olyan valaki, aki csak akkor szeret, ha teljesítek. Tehát ha kitűnő vagyok, ha megvan a harmadik diplomám, ha közben az Isten lehet, hogy nem egy hajcsár Isten. Vagy a könyvelőről már volt szó, van ilyen, aki azt mondja, hogy az Isten a halálisten, mindig elvesz tőlem valakit. És elmondom azt a listát, hogy az elmúlt 3 évben, 8 évben, 10 évben melyik szerettem, mert elvette. És azon gondolkodom, hogy ki a következő. A büntető Istenről talán mindünknek van egyfajta ilyen képünk, vagy fogalmunk, hogy őt hogyan is láthatjuk. És a bíró Isten pedig, aki valahogy úgy igazságot szolgáltat, az igazságtól is azért szoktunk, vagy azért érdemes így az igazsághoz hozzátenni Simon Weinnek az elgondolása, aki azt mondja, az Isten igazságossága az ő irgalmában nyilvánul meg. Vajon a mi számunkra az igazságosság kapcsolódhat-e bármilyen formában irgalomhoz? Azt mondja a Feeling Dolph, hogy az Isten prezentáció kapcsán van ilyen, hogy gyógyító és betegítő képünk. Az Isten előfordulhat, hogy segít, és begyógyítja életem sebeit. Tehát is előfordulhat, hogy negatív, büntető, kicsit ilyen betegítőként tud megjelenni.
Azt gondolom, hogy még van egy nagyon kis időnk, és egy nagyon picit így hagynám önöket azzal a kérdéssel, hogy egy picit maradjanak csendben. És két ilyen fontos kérdésem lenne, hogy az Istenre gondolok, akkor milyen tulajdonság, milyen kép jut eszembe? Jó lenne, hogyha egy picit tudnának arról is írni, hogy az érzéseik szempontjából, és a tudatuk szempontjából, hol vannak, egyezőség van, vagy különbözőség? Mi az, amin érdemes lenne dolgozni? Hogy az Isten képem az egy pozitív Isten kép, az Isten prezentációm egy pozitív Isten prezentáció legyen. És még egy ilyen számomra legalábbis egy izgalmas dolog, vagy izgalmas kép, hogy ha Istenre gondolok, mi az a festmény, kép, történet, ami eszembe jut? És melyikkel dolgozom én? Arra kérnék mindenki, hogy egy picit álljunk meg, és merjenek ezen gondolkodni. És hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 5 perces megállás után, egy nagyon, ha valamit, ez is egy fontos, magunkból megosztani, önök mind pedagógusok, mindenkit megoszt magából valamit. Ezt is meg kell tanuljuk, hogy annyit osszak meg magamból, aminek segítségével a másik gazdagodni tud, de nem kell mindent kiadnom magamból. Mert hogy van olyan, ami annyira rejtett, annyi intim, én ezt csak az Istennel tudom megbeszélni, vagy esetleg a lelki vezetőmmel. Arra fogom kérni utána önöket, hogy picit valamit osszanak meg saját magukból, mondjuk 4-esével, hogy találkoznának, az egy lehetőség lenne, és csak valami apróságot megosztani, aminek segítségével esetleg a másik is így gazdagodni tud.